Hi, Deadpool here with an important public service announcement. This is your brain. Actually, it's a chimichanga, but I'm making a point because this is your brain on IMAX. Bigger is better, right? Elme beteg, őrült, de nagyon látványos akciókkal van megküzdelve. Annak is nagy örömet tud okozni, aki nem szereti a szuperhősös filmeket. Állj! Tudja valaki, miért vagyok pirosban? Hogy a rossz fiúk ne lássák, ha vérzem. Az a srác jól csinálja. Barna a nadrágja. Izgalmas volt, meg gyorsak voltak a képágások is, ugye, de jó, abszolút jó. Élvezettem, imádom. A puci kezd bepöccenni. 2016-ban. Az egyik pillanatban poénkodik, a másik pillanatban kezek, lábak röpködnek. Szuperhősnek lenni. Nagy felelőtlenség. Szórakoztató volt, látványos volt, mocskosul beszéltek benne. Tényleg, aki szereti a horrorfilmeket, az imádni fogja. Már megint szennyes gatyaszag van. Mondod ezt a szádban. I'm not some Hollywood director that decided to jump on the comic book bandwagon. I'm a pretty hardcore fan. 400 a month habit. Deadpool is a very grounded comic book hero. He lives in a apartment and he deals with people and his life is not filled with chrome and fast jets and everything else. In fact, I think it's kind of the perfect contrast to the shinier sides of the Marvel Universe. Nagyon jó benne a sok humor, a sok kiszólás a közönség felé is. De a szuperhős ruha ne legyen zöld, se színjátszós. Egy dologtól el kell búcsúznia. A humorérzéktől. Majd meglátjuk, Paul Spice. Tele volt öniróniával a film, tele volt cinikus megjegyzésekkel, tehát azért rendesen savazták ott a stúdiókat, a színészeket, saját magukat az alkotók, úgyhogy nagyon jól szórakoztam, és nem gondoltam, hogy ebből ennyire szuper film lesz. Az IMAX az mindig szerintem egy sokkal nagyobb élmény, mint egy normális mozivászon. Az ember úgy érzi, hogy ott ül benne a közepén, úgyhogy abszolút egy plusz élményt adott az egészhez az IMAX. You know, as a visual artist and someone who loves beautiful art and well-written stories and characters that you care about, it's kind of the perfect combination of all of those things. Plus, I'm kind of a sucker for a hero's journey. Comic books is sort of the perfect medium for epic storytelling. And IMAX is all about epic film presentation. So you bring those two things together and you got epic squared. It's a great way to see them come to life. Öcsém totálisan hülyének tart gyakorlatilag, és amikor megjelent az IMAX-ről az elején az intro, hogy miért jobb az IMAX, én egyszer csak mondtam, hogy basszus, hát milyen gyönyörű képe van ennek a vászonnak, vagy technikának, és mondta, hogy most ezt csak azért mondom, mert pont kiírták azt, hogy ennek különlegesen jó felbontása van, és különlegesen szép a kép. Mondom, nem, esküszöm neked, tényleg én azt érzem, hogy lehet, hogy már beférkőzött az agyamba ez a mondat, de én esküszöm, szebbnek látom az egészet, mert tényleg hatalmas a vászon, de én azt gondolom, hogy ebben is van egy különbség, hogy milyen felbontásban látod, milyen gyönyörű színeket látsz a képen, és azt gondolom, ezért érdemes eljönni, és arról már ne is beszéljünk, hogy letölteni a filmeket rossz minőségben, illegális oldalakról, hanem azt gondolom, ezért mozi a mozi, és ezért van varázsa a mozinak, és hát ennek aztán tényleg óriási varázsa van. Nekem is nagyon-nagyon tetszett. Ő konkrétan rajongó lett, én pedig az voltam egyébként. És azon gondolkodom még, miközben mondom ezt a szöveget, hogy így idiótább a sapka, így idiótább a sapka, vagy simán így idiótább. Így idiótább. Te látsz?